Korszerű gépeket és más munkaeszközöket is vehetnek azok a cégek, amik nyernek a kormányhivatal mikro, kis és középvállalkozások számára kiírt munkaerőpiaci pályázatán. A Lépésről lépésre fejlődni nevű program a legkisebb vállalatoknak szól. A pályázat kiíróinak a célja, hogy kedvező piaci helyzetbe hozzák a megyében működő gazdasági szereplőket. A pályázaton induló cégeknek a támogatásért cserébe vállalniuk kell, hogy legalább egy új munkatársat vesznek fel, és legalább 2 évig foglalkoztatják teljes munkaidőben. Ehhez is kapnak viszont plusz pénzt. A kormányhivatal ugyanis alkalmazottanként 2 millió forint bér és járulék támogatást ad. Ha pedig a beruházás kedvezményezett településen, vagyis a Dombóvári vagy a Tamási járásban valósul meg, akkor újabb 500 000 forint jár a pályázó cégeknek. Pályázhat minden olyan vállalkozás, aki már működő vállalkozás, illetve a helyi programunkban az újonnan induló vállalkozásokat is tudjuk támogatni. Fontos az, hogy a helyi programban minimum 1, maximum 3 fő támogatását vállaljuk. A kormányhivatal nem most először írt ki munkahelyteremtő pályázatot a helyi vállalkozásoknak. Az elmúlt évek alatt 8 hasonló kezdeményezésben vettek már részt az ott dolgozó szakemberek. Részben ezeknek a programoknak is köszönhető, hogy a munkanélküliek száma folyamatosan csökken az országnak ezen a részén. 2010-ben nagyjából 12-13 ezer ember volt az állandó munkanélküliek a száma, ezt a számot 5800-ra sikerült leszorítani 2018 év végére. A Tolna megyei kormányhivatal mikro, kis és középvállalkozások számára kiírt pályázatára július 29-ig lehet jelentkezni.